Isten nem adja szűkön a Szent Lelket. Kedves, szeretett testvérek, ha magatokban néztek, vagy akár egy kis gyerekbe is, három dolog az, ami nagyon-nagyon egyből szembe tűnik. Isten drága ajándéka. Hát egyik az, hogy kisbaba akár milyen pici, mivel kezdi, kell. Bármit meglát, kell neki. A birtoklás vágy. Az, hogy megszerezzem. És a gyerek bármit kap, mindjárt szájába dugja, aztán neki minden ehető, minden játék, minden kell. Igen, biztos Isten akarata, Isten ajándéka. Másik ilyen ajándék az, hogy akarom. Olyan hamar mondja a gyerek, akarom, így akarom, úgy akarom. És biztos mindig másképp akarja, mint ahogy te akarnád. Hát a hatalom vágy, hogy dirigáljon, hogy útat mutasson, hogy kör közepén legyen. Benne van mindannyiunkban, ez is biztos Isten drága ajándéka. És a harmadik dolog, ami hát az élet igenlése, az, hogy szeretünk fürödni, gyerek felül a lipinkára, hintára, minden élvezi, szereti, az élet igenlése. Egy fallaltat nem tud betelni vele, cseresznye, megy, mindegy, igen, az élet igenlése. Én azt gondolom, ezek mind-mind Isten drága ajándékai, és mi nem vagyunk keleti fakírok, hogy ezeket kiírtsuk magunkból. Nekünk ezeket az evangélium fényében meg kellene nemesíteni. Ezért mondják, ugye, Szüzanyát gyümölcsoltó boldog asszonynak, mert az evangélium fáját, vesszőjét, az élő Jézus Krisztus oltotta az emberiség nagy fájába. Ugye Jézus nem mondja egy szóval se azt, hogy ne akarj, hanem azt mondja, gazdag akarsz lenni? Nagyszerű, megmutatom, hogy tudsz igazán gazdag lenni, hogy tudsz, hát, hogy mondjam, olyan kincsekre szert tenni, amit a rozsda nem rág szét, és a moly nem esz meg. Igen. Tehát az a vágy, hogy te értéket teremts, birtokolj, Istentől van. Csak az Isten azt szeretné, hogy ne földi limi-lomikat gyűjtsél, hanem maradandó kincseket. Nézzünk Szent Ferenc atyánkra. Hát ő habzsolta az evangéliumot. Olyan szeretettel beszél róla, hogy csuda. Azt írja az életrajza, ugye, hogy most voltunk hát a Fonta Colombónál, és igazából hát ott írta Szent Ferenc az ő reguláját. És megírta szépen, összeollózta a Szentírásból, és azt mondta a pápa neki, ez plágium. Ezt már Jézus Krisztus megírta, Ferenc, állj neki, újat kell írni. És hát másodszor is neki futott, de abba is rengeteg, szinte minden sora az evangéliumból van. Igen. Láttuk ma, ugye Kárcselibe felmentünk az ő cellácskáját. Hát én nem tudom, hogy én el tudtam volna, ki tudtam volna nyújtózkodni. Persze azt írják, hogy Ferenc alacsony termeti volt, de akkor is. Hát nem tudom, de egy éjszakát ottan kipróbálnám. Mielőtt a teológiára mentem volna, Csíksomjon fent a nyerekben van a Szálvátor kápolna, és maga, mögötte van egy kicsi kápolna. Hát erről nem erős beszéltem talán soha, de emlékszem, hogy kimentem. És tudtam, és mondták is, szüleim, ott élt egy remetes, a koporsója ott, abba aludt, ott volt. Na és kipróbáltam én is.
koporsóba aludni. Hát rövidnek tűnt nekem. Aztán forgolódtam jobbra-balra, aztán végül kimentem, és volt egy szénabújas, abban, hát nem déli, de jó, kialudtam az éjjeli vázi vírasztást. Igen, kipróbálhatja bárki, hogy mekkora volt az ő szobája, és mekkora volt a, hát az oratóriuma, igaz? Hát, ha jól megnézem, talán volt 3 méter hosszus, talán 2, talán széles, nem volt nagyobb. Igen, hát az ajtók azok akkorák voltak, hogy hát mindenki lerakta hátáról a hátizsákot, és így valahogy oldalt kibújtunk rajta, igaz? Igen. És hosszú napokat töltöttek ezek az emberek ilyen körülmények között. És haláluk után csak mi hány ferences templomba jártunk, nem? Csak ezekben a napokban. Egymást érik a szentnészebb templomok. Szent Ferenc mindent szétszórt, mindent szétdobált, nem gyűjtött semmit. Ma ugye megnéztük azt a templomot, ahol az első közösség összegyűlt. Ha kaptak a mezőn egy elhagyott pajtát, és beköltöztek. Szent Ferenc nagy rend legyen, hát a mester gerendákra, vagy szépen felírta a testvéreknek a nevét, és alatta, hát ott a szénán, ott anyáztak. Egy darabig, míg meg nem jött a gazda, és akkor behajtotta hát a szamarát, és hát a másik oldalon a Szent Ferencék kimentek, mert hát hogy mondjam, hiába, hogy ő javította ki azt az épületet, meg egyáltalán az sem biztos, hogy ez a gazda volt, vagy minden, nem kell birtokolni semmit. És akkor elmennek ugye a porcinkolához, és bizony leírja, hogy nádból, sásból készítettek hát otthonokat neki. Leírja, hogy Szent Ferenc halála előtt is ott ezekben a nádból, sásból készült kunyhócskákban lakott, és azt írja az életrajza, hogy hát annyi volt ősszel az egér, hogy hát bizony a szerzeteseken mászkáltak. És a társai, hát ugye megesett a szívük Ferenc, és mondták, hogy Ferenc, téged itt mindenki szívesen befogadna a lakásába. Hát hogy mondjam, beteg is vagy, meg idős is vagy, hát 44 év, akkor az már kettővel nyugodtan be lehet szorozni. És tudjátok, mit mondott Ferenc? Hát azt mondja, a nagy király elmész a csatába, és esik, és hal, hideg van, és minden, és küzdesz a zsákmány reményében. És én is a nagy királynak a szolgája vagyok, menyei zsákmány reményében. Viselem a nehézségeket, a megpróbáltatásokat, a gondokat. Ilyen gyönyörű gondolat. Igen, de olyan kincseket gyűjtsünk, amit a rozsda szétrág, és a moly megesz. Ha én valóban hiszek az örök életbe, hát akkor vatikáni valutát kell gyűjtsek. Az biztos, hogy ott fog működni, nem? Hogy aztán a forintot vagy az eurót be lehet ott váltani, kétlem. De a vatikáni valuta az fog menni. Isten nevében. Tegyek jót. Gyűjtsem a kincseket. A másik ugye, hogy ami ott van a gyermekben is, és mindannyiunkban, és vadul nő a hatalom utáni vágy. És ez mozgatja a világot, és ez csinálja Ukrajnában, és máshol a háborút. Ott van. És Jézus nem mondja egy szóval se, ezt ki kell írtanod magadból. Mi nem vagyunk fakírok, nem vagyunk indiai mitton guruk, hogy igen, mi nem vágyunk semmire. Nézzük a köldökünket, nem? Azt mondja Jézus, nagy akarsz lenni, nagyszerű, legyél a legnagyobb. Sőt, megmutatom, hogy tudsz igazán nagy lenni.
legyél mindenkinek a szolgája, kisebb testvér legyél. Bingo! Fedd válladra a világ gondját, baját, és te leszel a világ ura. Old meg azokat a problémákat, amivel az emberek küzdenek, amivel nem boldogulnak, Isten nevében, szeretetből, ingyen, és te leszel a király. És nem így van Szent Ferenccel? Olyan döbbenetes, ugye, hogy csomó olyan kérdés volt abban a világban, ami keresztes háború. El se tudjuk képzelni, most ugye 2 éve tart az a háború, és mennyire ránehezedik a lelkünkre. Tehát ugye az 1080-as évektől volt a keresztes háború, 1221-ben vagy mikor ment el a Szentföldre. Tehát már hosszú évek óta folyik a háború. 1121. Több mint 120-130 éve folyik. Mennyi vér, mennyi szenvedés, mennyi álom, hány prédikációval hirdették a papok a keresztes háborút, és mentek a fiatalok, és haza se hozták koporsóba, csak a hír jött, hogy meghalt, elveszett. És Szent Ferenc vállára veszi a világ gondját, és elmegy. És ugye láttuk a képen is, hogy tűzpróbának vette alá a szultán, fiú, én szívesen leülök veled beszélni, ott van az a parázs, hát ugye, hogy mondjam, beszéljük meg. És az életrajza szerint ez egy vesztett csata után volt. Álmot látott Ferenc, és azt mondta az Úr, hogy nincs áldás, Isten áldása a keresztesek fegyverén. És másnap a csata előtt kiállt a sereg elő, és azt mondta, ne harcoljatok. Hát szinte felkoncolták, hogy itten demoralizálja a csapatot. És akkor abban a csatában több mint 6000 keresztes veszett el. És Ferenc utána elmegy a szultánhoz, hát hogy térítse meg, hogy beszélgessen, miért bántsuk egymást, miért háborúztok, hát ti jöttetek ide. Hát igen, de te felgyújtod az mi szent helyeinket, templomainkat, kiszúrod a zarándokok szemét, levágod a lábát. Hát azt mondja, szóltál, én védjem meg a szent helyeiteket? Én neked adom, vigyázz rá. És az a Ferenc, ami nem fogadott el semmit, elfogadja az egész Szentföldnek a szent szentélyeit. Döbbenetes. Mondtam, hogy itt Assisiben a rend központja, a porcinkula, mai napig a bencés szerzetes, aki, és minden évben a ferencesek elmennek, hogy kifizessék a házbért, hát egy kosár halat. Ennyibe egyeztek meg. Remélem, hogy bencések nem értékelik felül a régi döntéseiket. És ott a Szentföldön elfogadta. Aki járt Szentföldön, döbbenetes, hogy igen, Jeruzsálemben, az Olajfák hegyén, ferences kolostor van, és Ein Karenben, ahol Erzsébettel találkozott Mária, ferences kolostor van. És Galileában, ugye, olyan döbbenetes, amikor ott voltál, és olvastad az ember, azt hiszed, hogy az égig emelkedsz, az alvilágig fog sietni. És egész Galileából, a nagyvárosból nem maradt semmi, csak fekete kövek. Félelmetes. És a fekete kövek között egy kis kápolna van, amit a ferencesek építettek Szent Péter anyósának a háza felé. És van egy mellette egy kolostor, és a galileai tenger, és képzeljék el, hogy az egyik fiú, aki nálunk nőtt fel, tavaly ő fogadott. Olyan kicsi kölyök volt, és mondta, hogy ferences szerzetes akar lenni, gondoltam, na majd kinövöd. És elvégezte a teológiát, és diakonusát szentelték. És már vagy 8 éve kint van Szentföldön. Mátyás testvér, idegenvezet, úgyhogy lehet ajánlom, most ez a reklám helye, az ő telefonszámát is, és körbevezeti az embert, és persze nem csak na, Kafarnaumban ki van írva, mint Assisiben ki van írva, hogy Szent Ferenc városa,
Kafarnaumban ki van írva Jézus városa. Mert Jézust ugye elküldték, ha elzavarták a, hát a szülővárosából, Názáretből, és Péternél lakott. És honnan lehet ezt tudni? Ugye mindenki ott, ahol volt, kellett fizessen adót. És Péter egyszer finoman megemlíti, hogy mester, az az igazság, hogy nálunk laksz, kérik a, hogy is hívják, és azt mondja, menj kell tengerre, fogsz halat, nem tudom miféle, és fizess ki az én nevembe is az adót. Tehát kvázi Jézus, hát amikor nem volt ilyen missziós úton, akkor Péteréknél lakott. Ezért is volt olyan baráti a viszonyuk Szent Péterrel. Na de menjünk vissza az evangéliumhoz. Szent Ferenc vállára vette annak a világnak a gondját, és eltelt 800 év, mert a keresztes hadjáratok azért indultak, mert a Szentföldnek a szentélyeit bántsák az ott élő emberek, mert nem lehet látogatni és zarándokolni. És az a hatalmas ákonvára, meg a többiek mind elestek. És Szent Ferenc megoldotta ezt a problémát, és hát ugye mondták, hogy Kafarnaumban a pandémia előtt naponta minden nap 5-10 ezer zarándok volt. Ki lehet számolni, mennyi az egész világról. Szent Ferenc megoldotta a problémát. Már csak ezért is nagy-nagy tisztelet illeti őt, de amúgy is. És a 21. század problémáit mi kell megoldjuk? Lehetsz nagy az egyházközségben. Annyira tetszett az egyik kedves zarándok társunk, vásárolt egy Szent Ferenc szobrot, mert azt mondja, ott náluk van egy Szent Ferenc iskola, és nincs Szent Ferenc szobor, mert mostanig más neve volt, az egyház átvette és minden. Igen, észrevesz valamit, az éjjel eszébe jutott, hogy vigyen nekik egy szobrot. És megbeszélte a kedves feleségével, és hát a busz elbírja. Igen, te is, vedd észre. Annyira tetszik ez a zarándok csoportba, hogy hát hogy mondjam, Mónika is eljön, mint zenész, tehát mint zarándok jött el, tehát nem, hogy mondjam, és ő is befizetett, és minden, és nincs kántorunk, és még szóvá is teszi, hogy tegnap az Alleluja azért elmaradt, én voltam a hibás, úgyhogy tegnap is, mert az előtt is elmaradt, úgyhogy, hogy mondjam, de milyen jó, hogy van egy ilyen, nem? És a kedves hölgy idejön hozzám, és azt mondja, láttam, atya, úgy célzod azokat az apró betűket, mert tényleg nagyon kicsi. Szolgáló szeretetet. Próbáld fel. Nem? Ez jelenti kisebb testvérnek lenni. Nem kell neked mondani, vedd észre magadtól. És ott, ahol beesik, ahol gond van, ott segíts. És nagy leszel. Vedd válladra. Hát nekem annyira tetszik ez is, hogy ugye költészet napja van. És hát van egy kedves hölgy, itt köztünk, ugye versbarátok, körel, nem hiába, és tényleg milyen terített asztalunk volt ma reggel, nem? Reméljük, hogy a mise végén megint megterítik a költészet asztalát nekünk, ajándék, igaz? Nem kell bemenjünk egy kultúrházba, és fizessünk egy csomó pénzt, hogy meghallgassunk költészet napján csomó szép verset, hanem házhoz jön. Köszönjük szépen! Szolgáló szeretet. És ugye a harmadik az élni akarás, az élet vágya. Isten drága ajándéka, nehogy elhervasszuk a szívünkbe. Örvendjünk mindannak, ami van. Legyünk boldogok. Én árva gyerekeket nevelek, és bármelyik házba elmegyek, és azt látom, hogy a gyerekek jókedvűek, kacagnak, szaladnak szembe, és minden. Úgy érzem, rendben van. Tehát én nem kell megkérdezem, na mutasd meg a könyvelést, és nem tudom miféle, ez mi került annyiba, s akkor mi nem vettél olcsóbbat. Én azt nézem, hogy jókedvűek a gyerekek. Tudnak-e örvendeni annak, amit én adok? Az élet öröme megvan-e bennük? És olyan szomorúan látom, hogy nagyon sok ember, hogy mondjam,
mintha elvesztette volna az élet örömét, hogy húzza a szárnyait, lóg az orra, hogy már megint fel kell kelni, hogy megint már ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Igen. És Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy na, nájklub, él, egyszer élünk, vagy hány liter bort írtál meg, vagy ilyesmi, hanem azt mondja, aki meg akarja nyerni az életét ilyen módon, világias módon, az biztos elveszíti. De aki el tudja veszíteni életét a szeretetért, az evangéliumért, érten, az megnyeri azt. Igen. Tehát én hiszem azt, hogy Szent Ferenc tele volt örömmel, jókedvel. Ugye Mónikának mondtam, hogy hegedülni nagyon szeret, hogy Szent Ferenc életében olvasta, hogy ment, és őt is érték mindenféle dolgok, és elszomorodott, és azt írja, hogy vett egy ágat, és egy másik ágat a földről, és elkezdett hegedülni. És addig húzta, hát a két ággal, amíg jókedvre nem derítette magát, és környezetét is. Öröm, jókedv, derű. Szent Ferenc írásait olvasom, hát hogy tud örvendeni a felkelő napnak, szélöcségnek, vízhúgunknak, mindennek örvend. Öröm van az ő hangjában, szavában. Én azt gondolom, hogy ez az evangéliumból fakadó tiszta öröm mindannyiunk számára feltarisznyált Isten jut mindenkinek bőven belőle. Adná az Úr tényleg, hogy ezeket a bennünk lévő emberi vágyakat az evangélium veszélyével nemes hajtását tudjuk formálni. Nem ki kell írtsuk magunkból, se a birtoklás, se a hatalom utáni vágyat, az élet örömöt sem kell letapossuk, elhervasszuk a szívünkbe, hanem azokat az evangélium fényében nemes, Isten akarata szerinti gyümölcsöt hozó fával kellene érleljük. Amen.